A harmadik Milovan Jovic emlékverseny 3-3-ra játékban a Vojvodina futballklub szervezésében szombaton június 15-én kezdődik a Bácsföldvári stadionon. A csapatok jelentkezését péntekig várják, a regisztrációs díj 5000 dinár. A verseny szervezőjének fő célja, hogy ez az esemény olyan versennyé fejlődjön, amiről a környező községeken kívül is hallanak, sőt Vajdaságon kívül is, hogy a jövő generációi emlékezzenek Milovan Jovicra, és hogy a sport népszerűsítésén keresztül megerősödjenek az ismeretségek és barátságok, amit Jovic mindig is támogatott, és amiért mindig is kiállt. Úgy vélem, hogy ő nagyon sokat tett ezért a klubért és ezért a faluért. Éppen ezért mi azt szeretnénk, hogy őt senki se felejtse el. Ez a sportkomplexus nélküle létre sem jött volna. Sem a tekepálya, sem az asztali teniszklub, sem a futballklub. A pályák és a lelátó is abban az időben készült el, amikor ő volt a klub elnöke, illetve a helyi közösség elnöke. Ha jól tudom, egy időben a község elnöke is ő volt. Tavaly 28 csapatunk volt az emlékversenyen. Azt szeretnénk, ha idén elérnénk a 30-as számot. Egyelőre mintegy 20 csapat jelentkezett. A résztvevőket idén két újdonság várja. Az egyik az, hogy az emlékverseny szervezőjének döntése alapján azok a csapatok, amelyek más városokból érkeznek, lejátszhatják mérkőzéseiket egy nap alatt, ezáltal megspórolva az úti költséget. A másik újdonság pedig a játékosok számát érinti. Normál, de a ti futballéri... Nehéz manapság olyan szponzort találni, aki naponta ide szállítaná a futballistákat. Ezért döntöttünk úgy, hogy lejátszhatják egy nap leforgása alatt a mérkőzéseket. A szervezőkkel meg lehet ezt beszélni, és nem lesz semmiféle probléma. Az újdonság még idén, hogy nem 3+1, hanem 3+2 játékos játssza a meccseket. Könnyebb így, ugyanis vannak idősebb labdarúgók, és bár 2x8 percet játszanak, ez mégis kimerítő lehet, mert hát a 8 percet végig kell szaladni. A nyeremény alap változatlan marad. A verseny győztesei 100 000 dinárt kapnak, a második helyezettek 30 000 dinárt, az a csapat pedig, aki a harmadik helyen végez, 10 000 dinárt vihet haza. A verseny legjobb játékosa sportfelszerelést kap, és pénznyereményt a Jovic családtól. Eddig körülbelül 20 csapat jelentkezett, és mind több futballista érdeklődik más városokból és településekről, Óbecse községen kívül. Eddig Ókérről, Verbászról, Szent Tamásról, Temerimből, Tisza István falváról, Csúrogról, Zsabgyáról, Óbecséről, és ha jól tudom, van egy csapat Topolyáról is. Továbbá Péterrévéről, Moholról, Melencéről. Sok helyről jelentkeznek, mert felismerték, hogy ez egy minőséges verseny. Tavaly ezt igazolták a győztesek is, hisz ők voltak a legidősebb résztvevői a versenynek. Emlékeztetőül elmondjuk még egyszer, hogy a nagy verseny a vajdasági bajnok a Vojvodina stadionján szombaton június 15-én kezdődik, és hogy minden érdeklődő csapat péntekig június 14-ig jelentkezhet a következő telefonszámokon: 063 523 901, 065 969 8969 és 061 116 90 83.